Sok szeretettel köszöntöm a Régió Plusz Televízió régi és új nézőit. A Porta 51. adását látják. Én is szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Mai műsorunkban tájékoztatást kaphatnak a Dányi Családsegítő Szolgálat épületének felújításáról és a bölcsőde létesítéséről. Megismerkedhetnek Fehér Viktor fotó kiállításával. Végül a Szelektív Kft. Igazgatója tájékoztatást ad az áprilisban lezárult komplex hulladékgazdálkodási projektről. Tartsanak velünk ma is! Godor Lajos Dány polgármester asszonya azért érkezett hozzánk a mai napon stúdiónkba, hogy beszámoljon arról, hogy Dány községben nem csak a kulturális élet pezseg, hanem a felújítások is szép számban sorakoznak, méghozzá az új Széchenyi tervnek köszönhetően. Egy lezárult projektről beszélhetünk első körben. Szeretettel köszöntöm Önt stúdiónkban. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide a stúdióba, és elmondhatom, hogy az elmúlt évben és ebben az évben is milyen fejlesztések valósultak meg a településünkön. 2009-ben pályázatot nyert Dány önkormányzata, vagy 2009-ben nyújtott be, és nyert pályázatot a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felújítására, bővítésére. És ugyanebben az évben pályázatot nyújtottunk be egy 2012 fős bölcsöde építésére, aztán 2010-ben a választások után az új képviselőtestület nagy erőkkel fogott hozzá a beruházásnak. A bölcsödei beruházást először a óvoda udvarára tervezték, de az új képviselőtestület áttette a családsegítő szolgálat mellé a Szabadság út 8-12 szám alá. 2011-ben megkötöttük a támogatási szerződést a Váti Nonprofit Kft-vel, és 2011. júniusában elkezdődött, ez egy volt iskola épülete volt, csak kevés volt a gyerek, és ez most üresen állt, a családsegítő ott dolgozott, de nem éppen megfelelő körülmények között, és tavalyi év júniusában kezdte el a PMG építőipari Kft, ezek egy szecsői telephelyen rendelkező építőipari cég a családsegítő felújítását. Hát végül is ez arról szólt, hogy kívülbelül megújult ez az épület, kívülről új tatarozást kapott, hőszigetelést, nyílászárókat, akadálymentesítést, belülről minden közfalat kiszedtek, új gipszkarton közfalakkal lettek ellátva, lett két gondozói szoba, pszichológusi szoba, új kis konyha, fűtés, világítás, fel lett újítva, lett egy tanácskozóterem, ahol a szülők, gyerekek, akár az önkormányzat dolgozói kisebb tanfolyamokon vehetnek részt, a szülőknek, esetleg a kisebbségnek is felvilágosító előadásokat tudunk tartani. És hát ez a beruházás 2011. augusztusára befejeződött, október 23-án volt az épület megáldás a szalag szenteléssel a 23. ünnepség előtt, és hát nagy örömmel vették birtokba. Mi a Sűsáp székhelyű családsegítő társuláshoz tartozunk, és hát itt a környéken a legszebb családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épülete. Ezt éppen a múlt héten testületülés volt, és a szolgálat vezetője elmondta, hogy hát tényleg gyönyörű lett, eszközbeszerzések történtek, mindenhol új bútor van, számítógép, fénymásoló, mindennel felszerelt, és hát még szerencsénkre egy fővel is bővülhetett az állományi létszám, és most már teljes erővel dolgoznak. Ha jól értem, akkor nem csak fizikális újítások voltak, hiszen a szolgáltatásokról is beszéltünk. Ezek az új szolgáltatások, amik itt most lehetőséget és teret kaptak, mennyiben érintik a lakosságot, illetve hogyan fogadták ezeket a lehetőségeket a lakosok Dányban? Hát Dányban elég, hát ugye ahogy az életszínvonal romlik, eléggé sok a hátrányos helyzetű család, elég sok a kisebbség, és hát nagyon sok, aki igénybe veszi a családsegítő gyermekjóléti szolgálatot, és hát végül is nagy örömmel fogadták ezt a felújított épületet a dányiak, örültek, hogy itt a úgynevezett telepi részen is megkezdődött az élet, új épületek épülnek, felújításra kerülnek, és azért Dányon tudjuk, hogy egy kis stagnálás volt az elmúlt 4 évben, és hát nagy örömmel szemlélték a lakosok, hogy itt egy szépen felújított új épület fog állni, és hát örültek neki, és hát a szolgáltatásokat is elég sokan igénybe veszik,
és hát itt történnek a segélykiosztások, mindenféle ügyes, bajos dolgokat intéznek a kolléganők, és hát azért nagyon szívesen jönnek be. Ezt láttuk az átadáson is, hogy nagyon sok ember volt a átadáson, volt arra kíváncsi, hogy a méhai általános iskola új köntösbe, új funkcióval áll most a lakosok szolgálatába. Hogyha egy picit a számadatokról beszélünk, akkor hogyan alakultak a pályázatnak a költségei? Hát a pályázatnak a költségei az olyan, durván mondom, olyan 20 millió körüli forint fillére, nem mondom, körülbelül ennyibe került a felújítás. 27 millió forintot nyertünk, és akkor itt egy kicsit olcsóbban megcsinált a kivitelező, és olyan 20-22 millió körül történt ez a beruházás, ami még most sincs kifizetve, mert ugye az uniós pályázatok, a tavalyiak, azok utófinanszírozottak voltak. Az önkormányzatnak hála Istennek volt annyi anyagi ereje, hogy ezt ki tudta fizetni, és hát éppen most folynak a végelszámolásnak a dolgai, és hát a közeljövőben meg fogjuk kapni a pénzünket, nagyon reméljük. És hát ezzel párhuzamosan folyik egy másik projekt is, amit már említett korábban itt a beszélgetés elején polgármester asszony, ez pedig a bölcsőde létesítése Dánközségben. Miért érezték szükségesnek egy bölcsőde létesítését? Hogyan jött az alapötlet? Hát régóta foglalkoztattam már az önkormányzatunkat egy bölcsőde építése. Előző polgármester úr mindenféle számításokat végeztetett, aztán valami oknál fogva mindig úgy riasztóak voltak a számok, de aztán volt lehetőség bölcsödére pályázatot beadni a új Széchenyi terv keretein belül, és hát megterveztették még az előző ciklusba, beadták a pályázatot, és hát nyertünk ezen is. Aztán itt elhúzódtak egy kicsit a bölcsöde építéssel kapcsolatos dolgok, mert 2010-ben még előző polgármester úr megkötötte a Vátival a támogatási szerződés, de mivel, hogy áthelyeztük egy másik területre, akkor 2011-ben újra kötöttünk támogatási szerződést, hosszú procedúra előtt volt, hogy ez az áthelyezéssel, hogy engedélyezi a Váti, nem engedélyezi, miket kér, még tervmódosításokat kellett készíteni, és ezt az körülbelül egy évbe tellett, amíg ez lebonyolítódott, és hát az idén tavasszal kiírtuk a közbeszerzést, meghívásos közbeszerzés volt, és most áprilisban elkezdődtek a munkálatok. Jelenleg hogyan áll az épület, illetve az építési helyszín? Hát készen van az alapozás, a falak föl vannak rakva, most már a koszorút a tető alá készítik elő, a közművek bevezetésre kerültek, a vonalas infrastruktúra, víz, gáz, csatorna, hogy azok ugye az alapba belekerüljenek. Mi a bölcsőde átadásának a tervezett időpontja? Hát ez nagyon rövid időpontja van ennek az átadásnak, szeptember 30-a. Hogyan fogadták ezt a hírt a lakosok? Hát nagy örömmel fogadták, hát remélem, hogy ilyen lesz a továbbiakban az érdeklődés is, hogy minél több gyereket be fognak ide iratni, mert hát egy az, hogy munkahelyteremtő dolog, és hát nagyon sok önéletrajz került már az önkormányzathoz, hogy szeretnének ott dolgozni gyerekgondozónak, konyhai személyzet, takarító személyzet, adminisztratív dolgozók, hát nagyon sok önéletrajz is nagyon szeretnének ott dolgozni a dányi fiatalasszonyok. Mit mondhatunk el a bölcsőde befogadó képességéről, milyen létszámnak áll ez rendelkezésére majd? 212 fős csoport lesz, végül is 24 gyermek, kisgyermek fog ide járni, lesz hozzá egy 50 adagos konyha, tejmelegítővel, szociális épületekkel, ugye konyhai személyzet, dajka, mindenféle, ami kisegítő személyzet, ami ehhez kell, és 24 kisgyermeknek ad helyet ez a bölcsőde. Megvan már egyébként nagyjából ez a 24-es létszám, tehát vannak már, akik jelentkeztek elhelyezéssel kapcsolatban? Még nem, még nincs meg. Amikor elkészül, hát gondolom, hogy majd január 1-től fog ez teljes egészébe beindulni, mert hát még ugye elhúzódnak szeptember végén, hogyha átadjuk, akkor még az ANTS-t, meg mindenféle használatba vételi engedély, és hát úgy tervezzük, hogy 2013-tól kezd működni ez a bölcsőde. Hát akkor bízom benne, hogy majd a Régió Plusz Televízió is adhat további híreket a kedves nézőknek, amikor az átadás megtörténik. És hát buzdítjuk akkor a kedves dányi szülőket, hogy
kísérjék figyelemmel a bölcsödének az átadását, és aztán helyezzék el a gyermekeiket. Köszönöm szépen, polgármester asszony, hogy itt voltam. Köszönöm az interjút, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Május 16-án egy fotókiállítást nyitott a Gödöllői Művészetek Házában, Lányok küzdelme és öröme címmel. A kiállítás alkotójával beszélgetek, Fehér Viktor fotográfussal. Üdvözöllek, Viktor! Üdvözöllek és üdvözlöm a nézőket! Hogy kezdődött a fotózás? Hogyan kezdted el a fotózást először? A fotózással kapcsolatos első élményeim még gyerekkoromban, általános iskolás koromban kapcsolódnak, amikor megkaptam egy első fényképezőgépemet, ami még a filmes korszakban volt. Ennek az volt ugye a hátulütője, hogy jóval költségesebb hobbi volt, mint jelenleg a digitális korszakban, így aztán nem is nagyon dolgoztam vele. Egészen sok időt kellett várnom, mikor a fényképezés szervesebb része lett az életemnek, ez a 2000-es évek közepét körül kezdődött, mikor az első digitális gépemet meg tudtam vásárolni. És akkor elkezdtem először csak családi képeket fotózni, majd később összekapcsolódott ez a, egy másik hobbimmal, ami sportéseményekre való kilátogatás volt, és akkor, ha már ott voltam, akkor elvittem magammal a fényképezőgépet is, és így elkezdtem fotózni javarészt női kézilabda mérkőzéseken. Milyen gép volt az első géped? Az első gépem egy Fuji S5500-as típusú kompakt gép, ami egy mégis kezdőgép, de már minden manuális beállítás elérhető volt rajta, tehát egy igazán jó tanulógépnek mondanám. Honnan jött az az ötlet, hogy megmutasd szélesebb közönségnek is az elkészült fotóidat? Ebben megint egy kis időugrás volt, mert volt egy nekem egy ismerősöm, Bakonyi Kárpáti Péter, akinek volt már egy hasonló honlapja, ahol ő publikálta szintén kézilabdás fotóit, és akkor ez nagyon népszerű dolog volt, és nekem is tetszett, és amikor nekem is lett egy jobb készülékem, egy tükörreflexes fényképezőgép, akkor azzal már sikerült olyan fotókat készítenem, ami egészen jó sportfotóknak voltak nevezhetők, amiket már én is úgy gondoltam, hogy érdemes lesz publikálnom, és akkor elindítottam a honlapomat, ami azóta is látogatható és egyre bővül. Mennyiben korlátoz téged az a fotózásban, vagy ad esetleg pluszt hozzá, hogy te kerekesszékben ülsz? Nemféleképpen vannak korlátai, mert hogyha nehézkesebb a mozgás számomra, mint a többieknek, mert szerencsére általában kézilabdapályákon dolgozom, ott mindenhol akadálymentes többnyire a pálya, ahova szoktunk járni, az ki van alakítva. Vannak olyan helyszínek, ahol kellett tenni ezért, de valahol pedig alapból ki volt alakítva. Összességében természetesen lassabb a mozgásom, mint egy embernek, plusz még az is hozzá tevődik, hogy én a kezemmel irányítom a kerekes széket is, tehát nem tudok úgy, hogy mozgás közben fotózni, mint aki gyalogosan sétál, az akár menet közben is tud helyet változtatni, közelíteni, távolítani. Nekem előre be kell helyezkednem, és akkor ugyanúgy a fényképezőgépet csak utána tudom előre venni. Jelenthet ez más megközelítést fotószempontból, vagy más perspektívát? Mégis igen, mert én mindig ülök, tehát nem tudom változtatni. Ez mindenképp egy kedvezőtlen dolog számomra, mindig ülve fényképezek, még más van, aki leül éppen a földre, ha úgy tetszik neki, föláll, vagy felmegy a lelátó részről fotózni. Számomra ezek mind akadályokba ütköznek, mert egyiket sem tudom megoldani. Neked a fotózás az hobbi vagy hivatás? Mindenképp egy hobbinak indult, és egyre komolyabb dolgokat értem el vele. Jelenleg ugye a kettő között van. Mit jelent egy fotós életében az, hogyha saját kiállítást szervezhet? Jelenleg, ami most látogatható Gödöllőn, ez az első olyan kiállítás volt, amit a kezdetektől a végéig ténylegesen én kontrolláltam, és most rá is döbbentem ezzel, hogy ez mekkora hatalmas szervezési és minden egyébben járó feladat. Az első három kiállításom, ami már előtte volt, az mindig voltak segítségeim benne.
József Lipót fotós társam hatalmas segítséget jelentett benne. Itt viszont Gödöllőn már az elejétől fogva mindent nekem kellett elkészítenem, megszervezni időben legyünk, de most például maga a képek összeállítása, az is egy nagy feladat volt, mert rengeteg képen van, amik közül ki kellett választom azt a mégis 45 darabot, ami kiállításra került. Ez időben is rengeteg idő volt, meg nehézkes volt a választás már, amikor elértem mondjuk ugye 100 darabhoz körülbelül. Nagyon nehéz volt megválasztanom, hogy most melyik kerüljön bele, és miért pont az, vagy miért pont az ne kerüljön be. És mégis egy olyan koncepciót állítottam össze, hogy a kiállítás egy egész meccset szimbolizál. Az első képeken egy mégis ilyen állóképek bemelegítés, egymás köszöntése látható, majd megkezdődnek a mérkőzés jelenetek, ahol az akciójelenetek, lövések, birkózások, küzdelmek láthatóak, majd a végére a kiállításnak az örömöt ábrázolom, ugye ez két oldalon, mert egyszer nyernek, egyszer vesznek, de az én kiállításom most az örömre volt kihangsúlyozva, és akkor a végső képek pedig ilyen győzelmi örömködések, kupa átadás, érem átadás. Miért pont a sport, és az ember miért pont a kézilabda az, amit választottál? A kézilabdát én lassan 20 éve követem figyelemmel. Mondhatom, hogy ez a kedvenc sportom, ami számomra a legérdekesebb, mert nagyon nagy élményeket ad a nézőknek is szerintem. És maga ezáltal, hogy ezt szerettem, adtam magát, hogy ezt is fogom fotózni. Voltak próbálkozásaim más sportágoknál is, például szintén voltam vízilabdán fotózni, labdarúgáson. De mindezek közül számomra a kézilabda a kedvenc, és ez döntötte a menetet. Tervezel-e még egy kiállítást a jövőben? Most olyan, amikor ez a kiállítás lezajlott, akkor azért úgy éreztem, hogy kell egy kicsit pihennem, tehát most jelenleg rövid időn belül nem tervezek. Legfeljebb ugyanezt, hogyha felkérik más helyszíneken, akkor szívesen bemutatom, de teljesen önálló kiállítást mindenképp pihentetem. De természetesen, hogy amennyiben dolgozom tovább, akkor tovább is szeretném megmutatni, hogyha összegyűlik egy olyan anyag, ami bemutatásra érdemes. Hol lehet majd látni a jövőben téged esetleg? Hát minden helyszínre szoktunk járni. Elég változatos ugye a bajnokság, és szerencsére itt Budapest környékén kisebb távolságokon belül több csapat is van, és akkor szoktunk járni mégis Vácra, Érdre, Budapesten, javarészt a Ferencváros, Csarnokára, Székesfehérvárra, van rendszeresen előfordulunk, de hogy egy-egy jobb meccs kedvére szoktunk utazni Győrbe, Debrecenbe, voltunk már Békés Csabán is, de még előfordult, hogy még külföldön, Horvátországban is voltunk. Kézilabda meccsen? Igen, csak emiatt. Ez válogatott meccs volt, mérkőzés? Volt válogatott meccs is, amikor Horvátországban egy felkészülési tornán voltunk, egy ilyen nyári programként. Szüleimmel szoktunk utazni együtt. Szerencsére ők is szeretik azért ezt a sportot. Ugye azt tudni kell, hogy a kiállításod az csak 10-éig látható Gödöllőn. Ezen belül a kiállításon belül visszatérve rá, esetleg ismerte sportolóknak az arcával találkozhatnak-e az érdeklődők? Természetesen, hát például Pálinger Katalin, akinek épp vasárnap volt a búcsú meccse a magyar válogatottól, őt mindenképpen ismerik szerintem, vagy Görbicani, tehát aki szintén a Győrnek és a válogatottnak a ikonja. De egyéb, tehát a kiállításom az egész munkásságomat próbálta lefedni, tehát szinte az összes csapatból és korosztályos válogatottak, helyi sztárok, úgymond mindenki előfordul benne az ilyen már említett világsztárok mellett. Hát köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és a kedves nézőknek pedig azt ajánlom, hogy még van egy napok arra, hogy ellátogassanak erre a kiállításra, és még annyit kérdezek Viktortól, hogy a képeidet az interneten hol tudják megtekinteni a kedves nézők és érdeklődők? A lapom most már több mint 5 éve elérhető, a www.v-man.hu internetes címen, ahol már több mint 900 galéria érhető el. Hát akkor tessék böngészni és a fotókat nézegetni. Köszönöm szépen, Viktor. Köszönöm szépen.
szelektív és hulladékhasznosító környezetvédelmi KFT telephelyén beszélgetek a KFT igazgatójával, Benkes Sándorral. Sándor, a KFT az idén 13. születésnapját ünnepli. Milyen céllal jött létre anno ez a társulás? 1996-ban négy település, Galgaéz, Tura, Vádszent László és Zsámbok települések úgy döntöttek, hogy regionális hulladéklerakót fognak építeni. Miután ez a mű 2000-ben el is készült, el kellett gondolkodni azon, hogy ki legyen az üzemeltetője ennek a hulladékgazdálkodási központnak. A négy település úgy döntötte, hogy ezt nem más magántőkisnek kívánja odaadni, hanem saját maguk létrehozták a szelektív hulladékhasznosító és környezetvédelmi KFT-t, amely a négy településen a közszolgáltatási feladatok ellátására jött létre. Néhány évvel ezelőtt a Széchenyi terv keretében lehetőség nyílt egy komplex hulladékgazdálkodási programra, és önök is részt vettek ebben a kétfordulós programban. Hogyan zajlottak az előkészületek? 2007-ben, amikor a Keopos környezetenergia operatív program keretében megjelentek pályázatok, akkor lehetőség nyílt a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére. Ezt a KFT taggyűlése, illetve az önkormányzatok megvitatták, hogy lehetne ezen esetleg elindulni ezen a pályázaton, és 2007-ben úgy döntöttek, hogy elindulnak. Kétfordulós pályázatról van szó. Az első fordulót sikeresen megnyerte a négy település, majd a második fordulóra létre kellett hozni egy önkormányzati társulást, ami a négy településből áll, de mint jogi személyként kellettek, hogy megjelenjen, és így a társulás, tehát a Tura és térsége önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás lett, aki a pályázatot benyújtotta a második fordulóra, és ezt háromszor sikerült megtenni, mire támogatásban részesítették, és így át tudott indulni tavalyi év őszén ez a projekt. Nemrég lezárult a második forduló 2012. áprilisában. Milyen újításokkal gazdagodott ezáltal a szelektív KFT? Nagyon lényeges, hogy az volt a célunk, hogy ez a rendszer továbbra is fenntartható legyen, ezért az elhasználódott gépeket, vagy hamarosan elhasználódó gépeknek a cseréjéről volt szó. Három darab új hulladékgyűjtő járművet szereztünk be, valamint egy árokású ragadógépet és egy aprítógépet, ami gyakorlatilag egy technológiaként szerepelnek, valamint a válogató csarnokban a válogatógépnek a garatát kellett a padozattal egy szintbe tenni, hiszen így lényegesen könnyebb a hulladékok felhelyezése erre a válogató berendezésre. A projekt keretében a hulladék megelőzés, hulladék szállítás megelőzése érdekében 200 darab komposztáló keretet is osztottak ki a lakosság körébe, a négy település lakosságai körébe, aminek az a célja, hogy a zöld hulladékot, ha már otthon keletkezik, ne kelljen elszállítani, hanem próbáljuk meg otthon helyi komposztálással ezt ártalmatlanítani, illetve egy újabb anyagot előállítani, amit mindenki saját maga elő tud állítani otthon. A helyi komposztálási lehetőségekről és ennek előnyeiről fogunk tájékoztatást adni kedves nézőinknek következő Porta magazinunkban. Viszont én arra még kíváncsi lennék, hogy mindezeket az új tárgyi eszközöket és egyéb újításokat itt a Szelektív Kft. Dolgozói hogyan fogadták? Mindenképpen nagy örömmel, ha arra gondolunk, hogy valaki egy vadonatúj hulladékgyűjtő autóba be tud ülni, az egy nagy elismerés lehet az őnek is, valamint a munkájának is, hogy ezt meg tudtuk valósítani. Nagyon nagy értékek ezek a gépek, egy hulladékgyűjtő autó 35 millió forintba kerül, és nálunk három van ilyenből, tehát azért ahogy belegondolunk, hogy egy lakóháznak a felépítése, ami az alaptól kezdődik, az mennyibe kerül, tehát majdnem, hogy egy hulladékgyűjtő autón másfél házat lehetne felépíteni, úgyhogy ez be is van rendezve. Mindenképpen megkorszerűsíti itt a rendszerünket, biztonságossá teszi a rendszert, hiszen ezek a gépek egy 5-6 évig biztos, hogy nem fognak olyan nagy meghibásodás alá kerülni, mint a jelenlegiek, hiszen azok viszont már elhasználódtak, elkoptak, maga a vas is ugye elkopik, elvékonyodik, és ezért vált szükség arra, hogy új gyűjtőautókat tudjunk vásárolni. Nem beszélve arról a környezeti jelentőségről, hogy ezek már olyan motorokkal vannak szerelve, ami a környezetet se zajilag, sem egyéb kibocsátással nem szennyezik. Ha már kitértünk az autóknak a zárára, akkor beszélgessünk egy kicsit a pályázati költségekről. Hogyan alakult a finanszírozás, és milyen összegeket említhetünk ebben a témában?
A beruházás 215 millió forintról indult, ez a nettó költsége. Erre kaptunk támogatást, ami a CBA tanulmányok alapján 73%-ig jutott, tehát 73%-os uniós, valamint állami támogatás jött ez a projekthez. A saját forrást viszont a 4 önkormányzatnak, illetve a társulásnak kellett hozzátennie. Ön, mint a Szelektív Kft. Igazgatója, hogyan tudná megfogalmazni a cég küldetését? Mindenképpen nagyon nagy szerepünk van, úgy gondolom, hulladék kezelésben. A lakosság is, ha nem is minden nap érzékeli azt, hogy mekkora nagy jelentőségű az, hogy otthonából elkerül a hulladék, olyan helyre kerül, ahol környezetbarát módon ártalmatlanításra kerül, illetve a nagyobb része hasznosításra, nem kerül itt lerakásra, vagy a komposztálás tekintetében a zöld hulladékot visszaadjuk a természetnek, hiszen ő adta. Ez nagyon nagy jelentőségű, úgy gondolom, és nagyon sokat kell ezért dolgoznunk, az itt dolgozó embereknek is, hogy mindenki megelégedésére tudjuk ezt végezni. Továbbra is az a célunk, hogy ezt fent tudjuk tartani, és így akkor a rendszer önfenntartó is tud lenni a lakosság, hogyha, ahogy eddig is, ugye is köszönet érte, nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a hasznosítható hulladékok ide kerüljenek, és ezáltal értékesítésre így talán csökken a hulladék szállítási díj, illetve nem csökken, talán azt tudnám mondani, hogy nem emelkedik olyan mértékbe, mintha csak olyan anyagokat gyűjtenénk be, ami nem kerül hasznosításra és itt lerakásra kerül, mert hiszen ez a legdrágább művelet az egész rendszerben. Hogyan alakul a lerakott hulladékok és az újrahasznosítható hulladékok aránya? A lakosságtól, ami 100%-ot mennyiséget beszállítunk ide a telephelyünkre, abból jelen pillanatban 40% hulladékot rakunk le, ami itt marad, és a 60-at valamilyen módon hasznosítunk, illetve innen elkerül a telepről. Ez nagyon nagy dolog, hiszen a lerakó terünket így tudjuk növelni, így lehet az élettartamát megnövelni, ami a mostani számítások szerint még 50 évre is elegendő lehet. Mi lesz a sorsa az elszállításra kerülő hulladékoknak? A száraz hulladék kategória, ami nálunk azt jelenti, hogy a papír, műanyag, üveg, fémek egybe vannak rakva otthon a családoknál. Otthon ugye ezeket el kell öblíteni, hogy tisztán kerüljenek át a válogató berendezésre, mert mi is csak úgy tudjuk hasznosítóknak átadni, ha ezek tiszta anyagok, tiszta csomagolás anyagok. Ezeket az anyagokat általában hasznosítókhoz juttatjuk el, hulladék hasznosítók, akik egy új terméket próbálnak előállítani belőle. A PET-balaszból már hallottam, hogy újra ásványi vizeknek a palackát készítik, megvan az az eljárás, hogy a hulladékból újra palackot tudnak csinálni, és újra élelmiszerrel kapcsolódható anyaggal, és ez nagyon nagy dolog, hiszen ha belegondolunk, hogy a PET-palacnak az előállítása a magas kőolaj árak miatt, az most milyen költséges is. És ha ezt csak arra használjuk, hogy egyszer kidobjuk, mert egyszer használtuk és kidobjuk, és utána nem törődünk vele, akkor ez egy nagy pazarlás. A papír hulladékok a papírgyárba kerülnek elszállításra, ott gondolom mindenki tudja, hogy újra papír készül belőle. Nagyon jó bútorokat tudnak előállítani a karton papír hulladékról, ami nagyon esztetikus és jó is néz ki, és környezetbarát. A műanyagoknál nagyon sok fajta van, tudjuk a területről, hiszen PVC, polisztirol, polietilén, polipropilén, ezt ugye otthon nem kell tudni a lakóknak, hogy milyen hulladékok vannak. Itt mi külön válogatjuk, nagyon kötött szempont szerint, és a hasznosítók itt tudják elvinni tőlünk, hogyha csak polietilén anyagot kapnak, és ebből szemetes vödröket, szemetes lapátot, a fólia zacskóból újra szemetes zsákokat tudnak gyártani, ami visszakerül szintén a forgalomba, és nem kell újra kibányászni, a föld erőforrásait nem kell ezért igénybe venni. Az üvegnél ugyanígy üvegkohókba kerül, és újra üvegeket állítanak elő belőle. Az látszik, hogy nagyon-nagyon átfogó szolgáltatásról beszélünk, de mennyibe kerül mindez a lakosoknak, akik élnek ezzel a szolgáltatással? A hulladékszállítás itt ingatlanokra van meghatározva a 4 településen. 18.600 forintot kell fizetni egy év alatt a lakónak ezért a szolgáltatásért. Nagyon lényeges ebben, hogy a nedves és intim, tehát a hagyományos szemétből csak egy darab 110 literes kukát lehet kirehelyezni.
a száraz hulladékból, a papírműanyag üvegből, valamint a komposztálható hulladékból, a zöld nyersedékekből. Itt bármennyit ki lehet tenni, csak az a lényeg, hogy megfelelő minőségű legyen és szállítható állapotban legyen. Természetesen azért a komposztálható hulladékoknál nem lehet túlzásba esni, hogy 2-3 köbmétert az egyszeri gyűjtés során szállítsunk el, hiszen arra nincsen kapacitás, de a kuka mellé kitett 2-3 zsák zöld hulladékot elszállítjuk, hogyha az megfelelő minőségű. Nagyon lényeges, hogy a száraz hulladékok esetében ki lehet tenni még 3 zsákot is nyugodtan. Sőt, azt szeretnénk, hogy a nedves és intim hulladékból, amiben most azért elég sok olyan anyag van még, ami hasznosítható lenne, hogy onnan kikerüljön, és a száraz hulladékba elkerüljön innen a telephelyünkről. Hiszen a hulladékszállítási díj növekedését így lehet kicsit visszafogni, hogyha ezeket az anyagokat hasznosítjuk. A díjban benne van ez a hasznosítás, hiszen ha nem így kerülne be ez a, nem kerülne értékesítésre ezek az anyagok, akkor nem ezen a díjon tudnánk szolgáltatni, hanem egy kicsit magasabban, mint a térségbe körülöttünk mindenhol van. Sándor, köszönöm szépen, hogy nyilatkozott nekünk, kedves nézőinket pedig arra buzdítom, hogy kövessék Porta magazinunkat, és tartsanak velünk a következő adásban is, ahol gyakorlatban is megtekinthetik a házi komposztálás lehetőségeit és előnyeit. Önök a Porta 51. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a jövő héten is. Műsorainkat már az interneten is megtekinthetik a www.regioplustv.hu oldalon a videótár menüpontra kattintva. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Műsorunk létrejöttét támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa, az Árvácskás Virágbolt, a Kiscsuki Konyhai Sütülőház, a Möbels Gen Textil Kft., a Galgahévízi Bújtóstúdió és a Versek Tüzép.